kicsit más intrót terveztem, mennyire durva napfelkeltébe mentünk. Mindezt úgy, hogy tegnap volt a Influencer Fesztivál, és most már hajnalban 4:30-kor, azt hiszem 4:30-kor elindultunk, és hát muszáj volt egyet drónoznom, mert annyira durva ez a napfelkelte, és ilyen ködös, párás az egész idő. Hogy tetszett nektek, írjátok meg! Ez az az, amikor meg kell állni, pedig amúgy egy feszített tempót szerettem volna diktálni. De hogy hova is megyünk? Horvátországba megyünk, Rovinba, de nem nyaralni, hanem egy Weekend Media Festival nevű konferenciára, ahol előadok a personal brandingről, és szeretném veletek megosztani ezt az utazást, és még néhány tippet is mutatni arról, hogy hogyan is gondolom én a personal brandinget, bár erről van pár videóm, úgyhogy nézzétek meg azokat, hogyha még nem láttátok, de most más kis kutatási eredményeimet, meg praktikáimat fogom megmutatni nektek, meg az egész élményt, és persze ilyen gyönyörű sátokat is. Tartsatok velem! I would like to check in. Megvan a szoba, hát iszonyat király. Kicsit szenvedni kellett érte, ugyanis kiderült, hogy egy másik hotelbe foglaltak, pedig én ezt kértem, de annyira jó fejek a szervezők, hogy megoldották, hogy itt lehet. És meg is érte ezt megkérdezni, csináljunk gyorsan egy room tourt, mert nagyon szép az egész dizájn. Ilyen az ágy. Tetszik ez a fás, ilyen kis verdő, ugye ott jöttem be. Hello, tenger! Hát ez a room tour, és most egy ilyen kettős narratívát fogok csinálni. Egyrésztről megmutatom, hogy hogy néz ki az egész konferencia menete. Még egy kis pihenés van, le tudok menni a partra. Este van egy buli, holnap után konferencia, amit zárunk egy bulival, aztán megyünk tovább. Ezt megmutatom, de közben el fogom mesélni azt, amit a prezentációmba is beraktam. Ilyen a tengerpart. Annyira gyönyörű, hogy milyen kristálytiszta a víz. Imádom. Most egy pár órát itt leszek, és napozás, chillezés, és hát sok e-mailezés, de végül is legyen egy kis fán része is a világnak, ugye? Valahogy nekem a produktivitásom annyira felszokott menni olyan helyeken, amik inspirálnak. Ti hogy vagytok vele? Hol van az a hely, vagy hogy tudjátok megteremteni a körülményét annak, hogy beüssön ez a produktív mindset? Én ezt teljesen el tudom képzelni, hogy ilyen legyen. Nem tudom, ti hogy vagytok, de én annyira szeretek úgy dolgozni, hogy a lábam valahogy a vízben van. Ide húztam ezt az ágyat, és pont úgy lett, hogy néha a kezem is, meg a lábam, annyi e-mailt megválaszoltam, megcsináltam egy prezentációt. Mondom, belőle ez a környezet olyan inspiratív, produktív hatást vált ki. Jó volt! Néznek ki egy astronautaként, mint Astronaut Mike, ugye, hogyha nem néztétek meg a, hol volt az montenegrói epizódot, akkor mindenféleképpen nézzétek, meg volt ugye a pihenés, a strandolás, most pedig, ha minden jól megy, jöttek, értem, úgyhogy... Meg is jöttek, oké. Okay. Meg is érkeztünk, megnézzük a helyszínt. Na, itt vagyunk, megérkeztünk a terembe, ebbe a terembe fogok én előadni, és most, ugye az holnap van, még itt nincs semmi, de most beállítjuk azt, hogy minden rendben legyen. Erre meg miért ne legyen egy timelapse? Imádom, nagyon jó ez a
ez a szék. Ugye megcsináltunk most már mindent, megvan a prezentációm helyszíne, és tényleg képzeljétek el, hogy a Weekend Media Festival 11. éve ugyanazon a helyen van, ez régen egy dohánygyár volt, és most rendezvényhelyszínre használják, kb. Minden nagyobb rendezvényt idehoznak Horvátországba. Ez most egy ilyen lounge rész, és így... Vettem egy sört, itt van a passzom, szerintem most dolgozni fogok, folytatom azt, amit a parton. Ez is, nem tudom, miért van bennem az, amikor meg emberek, nyüzsgés, ilyesmi van, akkor is érzem, hogy darálni szeretném, de benne van, úgyhogy cheers és dolgozz! Találtam egy kagylót. Nézzétek! Reggel olyan 7:30 van, mert tök szépen fent van a nap. És hálás vagyok nem a szervezőknek, mert hát úgy tudom kezdeni a reggelem, hogy lejöttem ide, és úsztam. És azt kell tudnotok, hogy én nem nagyon szoktam úszni, valamiért úgy nem fog meg. Lehet, hogy megint a körülmények, tudjátok, hogy tegnap mennyire inspirált, hogy ilyen helyen vagyok. És szokták azt mondani, hogy az emberek ráunhatnak arra, ami ott van előttük, és ugye csak addig vágyakoznak, amíg nem kapják meg. De én például az elektromos autóval se vagyok így, és a másik ilyen dolog az, vagy a sok közül a másik, egyik másik ilyen dolog az életemben, hogy a víz, a tenger. Én nem tudom elképzelni, hogyha én egy ilyen helyen laknék, ahol le tudok jönni, jó az idő, nem is ez a kánikula, most is szerintem 20 pár fok van, de lejövök, és elúsztam. Látjátok ott mögöttem a vitorlásokat? Azoktól szerintem egy olyan 5 méterre van egy ilyen sáv, amit ugye húznak a tengerbe. Addig elúsztam és vissza, és imádtam minden pillanatát, teljesen feldobott. Olyan, mintha plusz 2-3 órát aludtam volna, pedig ugye tegnap volt egy kis bulika, úgyhogy szerintem olyan 6-7 órát aludtam csak, valakinek ugye a sok. Ha nem láttátok amúgy az alvásos videómat, akkor nézzétek meg. Egy szó mint száz, mindenkinek meg kell találnia, hogy mi az, amit érez, ami ennyire feltölti, mint például nekem ez, hogy itt lebegtem a vizen. És tényleg azt nekem az egyik legjobb érzés voltatok, mert hogy szabad ég, nincs semmi körülöttetek, és csak néztek fel, lebegtek a vizen, és csak a kék ég, engem az az érzés, úgy le tud nyugtatni, és fel tud tölteni. Úgyhogy találjátok meg ti is, hogy nektek mi az. Ha már van, és megtaláltátok, írjátok meg kommentben. Most megyek, reggelizek, készülődöm, és hát megyünk a konferenciára, hiszen ma tartom az előadásomat és a workshopomat, és azt találtam ki, hogy akik majd jelentkeznek, mert interaktívra szeretném, azoknak innen gyűjtöttem köveket, és azt fogom adni, mint egy emlék. Mert ugye personal branding valamivel tűnt ki, ez pedig talán egy kis apróság lehet. Aki meg nagyon jót kérdez, lehet neki adom a kagylót, mert kagyló amúgy itt nincsen. Most fejeztem be a reggelit, és hát ez is fantasztikus volt. Az egész kínálat, bevágok néhány dolgot, például volt egy ilyen tojás, amit tojás vulkánnak hívtak, mert valahogy a fehérjéből ilyen, nem tudom. Lehoztam a notebookomat is, hogy közben dolgozok, majd e-mailezek, és nem csináltam semmit. Ha már ilyen kis praktikákat osztok meg az alatt, miközben mutatom be, hogy éppen mit csinálok és milyen hangulatba kerülök, akkor a csütörtök délutánjaimról hadd beszéljek, ez pedig a me time. Ugye tegnap utaztam, tegnap voltam úgy csütörtök, és nem tudtam megtartani. Az az idő, amikor igazából ezt beblokkolom a naptáromba, ott nem lehet semmi. És csak valahol vagyok, és gondolkozok, átgondolom azt, hogy mi történt a héten, és mit szeretnék, hogy a jövő héten történjen. És az a sok információ, az a sok impulzus, ami végigjött, csak így hagyom, hogy átjárja a gondolataimat, és elkezdjek rajta kvázi pörögni, és egy ilyen hullámvasútként néz ki az egészet. Valamikor így teljesen ráfeszk, hú, igen, ezt is, azt kell csinálni. Felírtam a Wunderlistbe a kis feladatkezelő appomba, vagy nem. Azt már meg kellett majd csinálni, vagy mikor sem, tehát hogy jönnek ilyen gondolatok, aztán meg lenyugszom, hogy aha, jó, látom, akkor ide tudok majd blokkolni időt, és az egyedüli, amikor ilyenkor
bármilyen elektronikus dolgomhoz nyúlok, az az, hogy beosszam a következő hetemet, és eldöntsem azt, hogy az adott blokkokban, amit ugye hétről hétre tartok, amikor mondjuk a heti meetingeken mit szeretnék megbeszélni, amikor átnézem az ügyfél dolgokat, amikor mondjuk tartalmat gyártok, mindegyikre elkezdem beosztani, hogy mivel szeretnék akkor foglalkozni. Így sokkal nyugodtabban tudok neki kezdeni a hétvégének, illetve a következő hétnek is, hogy tudom, hogy mik fognak jönni. Érzem, tudom, hogy hol a helyem, ezt mindenkinek ajánlani tudom. Érzek még egy dolgot amúgy, hogy elég hosszú lesz ez a vlog, és sokszor szokott lenni, hogy meg kell bontanom egy utazós vlogot, főleg, hogy most ugye még a konferencia van, ami szinte el se kezdődött. Úgyhogy szerintem én elköszönök tőletek, és magával a konferencia élményekkel, az előadásommal, a következő heti vlogba fogok jönni, és köszönöm szépen, hogy megnéztetek. Hogyha most találkoztunk először, és nem vagytok feliratkozva, nyomjatok arra a feliratkozó gombra, a like-ra is, és ott menjetek át Instagramra, mert ott meg napi szinten valami inspiráló dolgot, meg valamilyen szép, dronsatos valamit szoktam posztolni. Úgyhogy remélem jövő héten találkozunk. Sziasztok!